Szeretettel köszöntelek itt a Mental Health Summit-on. A következő vendégem Tolvaj Sándor, Life és Business Coach. Arról fogunk beszélgetni Sanyival, hogy a test szabadsága valójában egyenlő a lélek szabadságával, sőt a lélek szabadsága az valahol ott kezdődik, hogyha a testünknek megadjuk azt a szabadságot, amire igazából a testnek szüksége van, tehát nem okvetlenül azt, amiről azt gondoljuk, hogy az lenne. Sanyi, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a Summiton. Honnan jön neked ez a téma, és ha már ez a téma, akkor ugye főleg itt a fizikai egészségről fogunk beszélgetni. Először is szia Attila, sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hogy honnan jön nekem a téma? Hát én folyamatosan küzdök a testemmel, és a saját régről jövő túlsúlyommal, ami most éppen nincsen, de hogyha ha éppenséggel nem figyelnék rá, akkor valószínűleg lenne. Tehát a témám az a testünkkel való kapcsolódás, szorongás és az abból való felszabadulás saját szemüvegen keresztül, mert viszonyatosan fontos a kapcsolat a testünk-lelkünk között. Tehát egy összhangban. Kevésbé fogok szakmázni, inkább saját tapasztalatokon keresztül szeretném bemutatni azt, hogy mik azok az apró lépések, amiket meg lehet tenni azért, hogy az ember egy egészséges életmódot tudjon élni, és ez hogyan függ össze a mentális egészséggel is. Most van itt egy ilyen nagyon nehéz statisztika, amit itt behozott, mert maga az ötlet az onnan jött, hogy itt a magyar lakosság az átlagosan itt a COVID időszak mostani szakaszára átlagosan 5 kilóval nehezebb, mint amikor elkezdődött ez a kávária, sajnos. Neked honnan jön? Tehát most így rád néz az ember, akkor teljesen egésznek tűnsz, nem tűnsz egyáltalán súlyosnak. Mi volt az a legtöbb, ahonnan jöttél vissza? 116 kiló volt nekem, ami önmagában mondhatnánk, hogy nem sok, mert vannak 140-150 kilós emberek is az utcán, viszont 168 centi magas vagyok, ami inkább mélység, mint magasság, tehát ehhez képest viszont a 116 kiló az nagyon sok. Nagyon soknak számít. Akkor azt már most mondhatjuk, hogy így lehet. Lehet megküzdeni vele. Abszolút meg lehet csinálni, igen, tehát az étkezési szokásainkon érdemes javítani. Nagyon sokan ugye akkor jönnek arra rá, hogy baj van, amikor tényleg valami baj van, amikor fáj, amikor meg kell állnunk, amikor bejön valami betegség. Sajnos nekem is volt egy ilyen, ami megállított, ez kb. 6 évvel ezelőtt volt, bocsánat, nem 6, hanem 8 évvel ezelőtt, pánikbetegség. Tehát én azt vettem észre magamon, hogy minden este 8-9 óra körül hajtótablakot kell kivágni, zihálok és lihegek, és minden bajom van. És onnan tudtam, hogy nem feltétlen fizikai problémám van, hogy van egy öröklött hajlamom, ez a trombózis hajlam sajnos, ami szintén egy veszélyes dolog, és én időközönként kiszoktam vizsgáltatni magam, és pont akkoriban vizsgáltattam ki magam, és minden eredményem jó lett, és negatív lett, és a testem működött, csak hát jó nagy volt, ezért máshol kerestem azt, ami engem megmenthet. Tehát ugye akkoriban visszahúzódó voltam, otthonról dolgoztam, számítógép előtt dolgoztam, még annyi mozgás sem volt, hogy akár elmenjek a villamosig. Szóval igen, és egy mentális segítőt kerestem meg, nem pedig a házi orvosom, ami a legjobb döntés volt. Tehát körülbelül a beszélgetésünk során 2 hónap alatt elmúlt a pánikbetegségem, és az, ami elvitt ahhoz, hogy elkezdjem a testemet is megformálni, az az, hogy amikor elmúlt a betegség, akkor benne maradtam a folyamatban. Nem az volt, hogy na most megoldottuk, tök jó, mindenki megy, amerre lát, hanem egy ilyen markáns tanulási folyamatává vált így az életemnek, és
körülbelül egy ilyen fél egy év volt az, amikor eljutottam odáig mentálisan, hogy megjött az igény, hogy na, testemmel is kezdjünk valamit. A pánikot azt én is ismerem, sőt, Rácz Andrissal is beszélgettünk itt a számíton, ő is ismeri, és alapvetően a pánik üzenete az valami olyasmi, hogy nem azt az életet éljük, amit kellene, de hát ezt nem tudja megérteni az, aki éppen úrrá lesz a pánik, mert ott az életéért küzd az ember. Abszolút. A legtöbb esetben tudva azt, hogy semmi baj nincs, és ez sokszor néha nagyobb baj, hogy most akkor a semmi baj, az sehol egy fizikai tünet. Igen. Hogy kapcsolódik neked a pánik és a túlsúly? Ez egy üzenet volt, hogy na, Sanyi, most akkor térjünk észhez? Igen, igen, igen. Ez annak az üzenete volt, hogy segítséget kell kérnem igazából, mert tulajdonképpen így visszatekintve nem tudom, hogy meddig jutottam volna el túlsúlyba akkor, hogyha ez a pánik nem jön. Mert én még akkor is, amikor ebbe belementem ebbe a folyamatba, hogy akkor jó, kezeljük a pánikot, stb. Én még akkor így éltem abba a fél évbe, abba pár hónapba, úgyhogy tévénézés, otthonülés, pizzarendelés, és a többi, és a többi. Mindenhova BKV-vel, járművel, sétál, stb. Szóba sem jöhetett. És kellett az, hogy egy 6-8 hónapig ezeket a gátakat, amik eltakarták előttem azt a lehetőséget, ami bennem rejlik, így levegyük, levetkőzzük. Tehát ezek régmúltból jövő gyerekkori traumák, sérülések, olyan sérülések, amiket az ember nem is gondol, hogy sérülés. Tehát én azt bátran el tudom mondani, hogy nekem egy nagyon szuper gyerekkorom volt. Tehát nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt, és mégis előjöttek olyanok, amik onnan ragadtak rám, tehát a szégyen, a szorongás, a dű, hát ezek így nagyon erősen gátoltak ebben. Ez egy izgalmas dolog, hogy mindenki találkozik ezzel, teljesen mindegy, hogy milyen sorsunk van, vagy éppen gyerekkorunk, de hogy igen, akinek könnyebb, vagy teljesebb, nekik, vagy nekünk a nehezebb ezt megtalálni, mert nincsenek egyértelműsítő jelek, hogy mik azok az életesemények, amiből azok a nehézségek indulnak, hogy neked ez a túlsúly téma, ez kisgyerekként is megvolt, vagy ez valamikor egyszer csak érkezett? Ez körülbelül 12-13 éves koromba kezdődött el ez a túlsúly nálam. Kifejezetten vékony kisgyerek voltam azelőtt. Igen? És akkor ezt te tudod kötni már ott ilyen lélektani eseményekhez? Még nem. Még ott nem tartok, hogy ennek teljesen a gyökerét megtaláltam. Annyit tudok magamról, hogy akkor, tehát nagyjából tudom, hogy akkor milyen életeseményeim voltak, viszont még azt a bizonyos magját ennek a történetnek, ami ugye segít nekem abban, hogy könnyedén megváltozzon ez a történet, azt még nem találtam meg. Tehát ez egy ilyen, még az is lehet, hogy egy karmikus feladat, hogyha így ezt behozhatom, tehát nem ebben az életben kell keresni ezt a sztorit. Minden esetre folyamatosan kutatom és keresem azt, hogy ezt hogyan tudjuk vissza erre fordítani. Mert hogy ugye, megyek ezzel, és úgy élek, ahogy azt én másnak is tudom javasolni, karban tartom magam, de ez a mai napig ugye egy küzdelem, és hát nagyon sok embernek küzdelem valószínű, ki feladja, ki nem.
Érdekes, hogy ugye coachként dolgozol, ráadásul jó coachként dolgozol, mert ismerlek, és sok embert ismerek, akivel kapcsolatban vagy, és hogy milyen könnyeden bedobott, hogy ja nem, hát még azért ezzel itt van munka, és ezt azért öröm hallani, mert nincs olyan, hogy tökéletes ember. Olyan van, és én ezt szinte meggyőződésem, hogy te azért teszed a dolgodat kőkeményen. Ez ugyanakkor egy folyamatos küzdelem? Tehát, hogy kérdezem én egy olyan furcsa adottságokkal rendelkező valaki, aki valahol 78 és 85 kiló között vagyok az elmúlt 20 évben mindig, és ez leginkább attól függ, hogy járok-e konditerembe, vagy éppen inkább futni járok-e, tehát körülbelül itt mozog, tehát hogy számomra elképzelhetetlen az, hogy valakinek napi szinten feladata van a súlykontrollal, de hogy akkor ez neked egy folyamatos munka, jól értem? Igen, igen, tehát erre folyamatosan oda kell figyelnem. Van, hogy könnyebb, és van, amikor úgy élem meg ezt az egészet, hogy nem élem meg, hanem úgy benne vagyok, tehát hogy nem kell rá gondolnom, hogy én most nem ehetem meg azt a pizzát, ami ott elén van téve, illetve mennem kell mozogni, viszont mindig szem előtt kell, hogy legyen ez a dolog nálam. És igen, ezt azért is tartom érdemesnek kitenni, köszönöm, hogy ezt így észrevetted, mert ettől emberi. Tehát, hogy nem egy tökéletes, makulátlan, sebezhetetlen ember akarok lenni, akire feltétel nélkül felnéznek a kliensek, hanem én az az ember akarok lenni, aki így bátran felvállalja és megmutatja saját magát, mert ezt, hogyha látja egy olyan ember, aki hasonló problémával küzd, de még erősebben küzd, tehát, hogy még úgy megvan neki ez a probléma, mint ahogy nekem volt például a kiinduló pontnál, akkor ő hamarabb rá tudja erre szánni magát, hiszen látja, hogy ezt meg lehet csinálni, látja azt, hogy érdemes folyamatosan küzdeni, és ebbe benne lenni. Kicsit ebben most belegabajodtam ebbe a válaszba, nem tudom, így átmente, amit mondani Nagyon. Szerettem volna. Nagyon. Tehát az emberi mi voltomat szeretném ezzel megmutatni, hogy kiteszem azt, hogy igen, én is küzdök még ezzel, nem vagyok Nagyon. Tökéletes, Nagyon. És láthatóvá teszem, hogy ennek nincs soha vége. Mert ez szerintem átverés, hazugság, hogy azt mondjuk, hogy lefogytam 40 kilót, és én ezzel nem küzdök azóta se, mindenfajn, így maradtam. Szerintem ilyen nincs. Én nagyon örülök, hogy belekavarodtál már, mint a szónak abban az értelmében, hogy ez egy végtelenül fontos dolog azok számára, akik most lehet, hogy éppen túlsúllyal küzdenek, de az is lehet, hogy valami teljesen más dologgal az életükben, aminél már érzik, hogy változtatni kéne, de még nem tették meg, és ez a nem tettem meg, ez nagyon sokszor ered, azt gondolom, a kényelemből, a megszokásból, a félelemből. És akkor itt vissza lehet ugrani, hogy a múltbéli dolgokból, amikor én mondjuk hűséget fogadtam egy szemmel látható egészen furcsa dolognak, egy családi hagyománynak, vagy valaminek, és nem kezdem el, és nehogy ez elmúljon. És azért hozom ezt fel, mert ez azért olyan szempontból viszont könnyebbség is, hogy az örök munka az azt jelenti, hogy ha valaki mégis meggondolja magát, akkor vissza lehet térni egy olyan szokáshoz, ami egyébként nem biztos, hogy jó volt. Tehát, hogy az ilyen nagyon tartós változások, hogy eddig túlsúlyos voltam, mostantól meg akkor már sovány vagyok, azért ettől nem kell félni, hogy ez így ilyen radikális döntés. Wow.
Hogy nézett ki ez a folyamat? Tehát írtad azt, hogy 42 kilót kellett leadnod. Ez mondjuk azért egy elég nagy szám. Igen. Ez igazából úgy nézett ki, most a fizikai oldalát nézve, hogy elmentem egy edzésre. Tehát átléptem a komfortzónámon, és elmentem egy csoportos edzésre, ahol én az első 10 perc után így kirohantam az edzőterem WC-be, mert nekem hány ingerem volt, és én ott ziháltam, és az volt bennem, hogy most akkor innen vagy hazamegyek, vagy visszamegyek, és végigcsinálom, de hogyha hazamegyek, akkor itt vége. Tehát én ezt soha nem fogom elkezdeni. És visszamentem, és aztán ott maradtam. Tehát úgy maradtam ott, hogy rendszeresen elkezdtem ezekre az edzésekre járni. Ezek funkcionális edzés volt, bootcamp. Elkezdtem csinálni. És kiderült számomra, hogy az első 10 perc egyébként még csak a bemelegítés volt. Úgyhogy igen, tehát 4-5 alkalommal voltam egy ilyen edzésen, utána pedig ugyanaz az edző, aki egyébként azóta is számomra az edző. Most itt nem tudom, lehet-e nevesíteni, de a Páros Attilának hívják egyébként, nem tudom, hogy így a neve megvan-e. Hozzájártam személyedzésre, és heti 4-5 edzésem volt akkoriban, felváltva súlyzós edzés, illetve ezek a funkcionális edzések, személyre szabott, akkor táplálkozási tanácsadóhoz is, tehát teljesen átalakítottam az étrendemet is, és tulajdonképpen így, és 2 év alatt ment le ez 42 kiló. Tehát ez nem egy olyan nőklapja kaféba íródott sikersztori, hogy hú, 3 hét alatt én letoltam 42 kilót, és király vagyok, hanem ez egy szép lassú, hosszú folyamat volt, és ez egy ilyen nagyon erős átalakulás, mert ezt a 42 kilót, ezt én úgy adtam le, hogy izomtömeg is jött föl. És mint tudjuk, az izom az nehezebb, mint a zsír. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép folyamatos, és azután a 2 év után pedig már csak annyi volt a feladat, hogy szinten tartsam magam. És ez az, ami sikerült, és utána bejött a képbe a futás, ez nagy szerelem lett, és utána így elkezdtem váltogatni, hogy súlyzós edzés, funkcionális edzés, futás éppen, amihez kedvem volt. A legvégére pedig, azért mondom azt, hogy a legvégére, mert amikor itt ilyen home office-ban, meg itthonra lettünk, és bezártak a konditerme, csoportos edzések nem voltak, így a futás maradt, és a futás volt az, ami így a felszínen tartott engem. Úgyhogy tulajdonképpen a folyamat az ez volt, és az önismeretet mellette pedig vittem. Ez a kettősség, tehát hogy 2 év edzést, intenzív edzést, heti sok alkalommal, azt én nem nagyon tudok elképzelni mélypontok nélkül. Szóval, hogy egyszer eldöntöttem, akkor én most itt 2 évig csinálom. Nem. Tehát, hogy közte, hogy voltak a hullámok? Hát rengeteg volt. Eleve nekem volt egy edzőtársam, akivel folyamatosan, tehát akivel húztuk egymást, ugye az akkori párommal kezdtünk bele ebbe az egészbe, és amikor én voltam a gyengébb, akkor ő rántott vissza, amikor ő volt a gyengébb, én rántottam vissza a pályára, illetve az edzői motiváció az számomra nagyon fontos volt, tehát érdemes egy olyan edzőt találni, aki tényleg úgy tud motiválni, hogy a te hangodon szólít meg. Mert nem mindenkit ugyanúgy kell motiválni. Engem például azzal lehetett akkoriban motiválni, hogy öreganyám gyorsabban ugrik föl, mint te.
És akkor én megmutattam, hogy én nagyon gyorsan föl tudok ugrálni. Tehát ez a dacnő. Úgyhogy, ja. Először ez a külső segítség, külső motiváció, tehát kellett az, hogy az edző, kellett ahhoz az edzőtársam, kellett ahhoz a sportcsapat, mert ez egy sportcsapat is volt, ahová mi mentünk. Nagyon erős volt ez a külső motiváció, és utána pedig bejön a belső motiváció, hogyha már elég ideje csinálod. Amikor látod azt, hogy szebbet mutat a tükör, gyorsabban futsz, magasabbra tudsz ugrani, nehezebb súlyt tudsz fölemelni, tehát akkor jön már az, amikor kedved is van hozzá. Tehát nem csak másért csinálod. Eleinte volt bennem olyan, hogy azért is csinálom, hogy az edzőm ne azt lássa rajtam, hogy tettem egy újévi fogadalmat, ami 2 hétig tart, aztán lelépek. Be akartam bizonyítani az ellenkezőjét, hogy én a pályán maradok. Tehát, hogy így. És a belső motiváció viszont tényleg, amikor már élvezed, amikor menni akarsz előre, többet akarsz csinálni, kipróbálni, többfélét, erősebb, gyorsabb akarsz lenni mindenkinél, viszont mondjuk itt ezen a ponton meg nagyon fontos azt tudatosítani magadban, hogy mi van, hogyha nem sikerül gyorsabbnak lenned, vagy nagyobbat emelned. Tehát itt jön be az a gondolat, hogy ha már a múlt heti önmagadnál jobb vagy, akkor már győztél. És akkor már érdemes csinálni. És amikor bármilyen sérülés volt, vagy rossz az idő, vagy bármi demotivált állapotom volt, akkor ezekkel sikerült visszahúzni magam, hogy te figyelj, Sanyi, emlékszel arra, ahonnan kiindultál? Hát ezt nem akarod még egyszer. Úgyhogy vedd fel a cipőd, és menj a pályára. Vagy a konditerembe, vagy bárhová. Mennyi idő telt el addig, amikor már azt érezted, hogy na, ez lehet, hogy menni fog. Hogy már értelme van. Aha, körülbelül fél év. Fél év volt, mégpedig úgy nézett ki, nem tudom, hogy megvannak ezek a versenyek, biztosan megvan, hogy Spartán, meg akkor még Magyarországon volt Légionrán, meg stb. És elmentem életem első Légionrán versenyére, és akkor így 40-en futottunk így a sárba, és a végén így azt mondtam, hogy még akkor körülbelül ilyen, hát ilyen 6-8 kiló mínuszban voltam, tehát akkor még így az eleje volt ennek a történetnek, de úgy így én a túlsúlyos srác elmegy egy olyan versenyre, amit kőkeményen 40 fokban végig kell csinálni, és végigcsináltam, és akkor azt mondtam, hogy hú, basszus, ezt én akarom. Tehát jó, a kötélre akkor még nem másztam föl, de azért ott magamhoz képest elég komoly akadályokon keresztül mentem, úgyhogy fél év kellett. Tehát annak, aki elindul egy ilyen úton, 2-3 hét, 1 hónap, 1,5 hónap nem jön a siker, nem szabad megállni, menni kell tovább, mert el fog jönni, csak ez egy türelemjáték, tehát a tested az 30x éven keresztül megkapott egy bizonyos kaja mennyiséget, egy bizonyos kaja minőséget, egy bizonyos edzésmentes életmódot, nehezebben fog ráállni. Tehát van az az ugrás, amikor az első 2 hétben azt mondják, hú, most nagyon sokat fogytam, hát igen, nagyon sok víz lement az embernek a testéből, és akkor utána ez így megáll. Tehát, hogy így a testet is át kell programozni, mert a testünk az ugye egy fantasztikus biomechanikai gép, aki elkezdi szépen meghekkelni saját magát, és nem úgy, mint a ember által alkotott mechanikus gépezetek, hogyha túlterheled, akkor leég, hanem hogyha túlterheled, akkor elkezdi saját magát hozzáigazítani ehhez a terheléshez. És ez idő, türelem, kitartás kell hozzá.
kérdeztem még a beszélgetés elején, és ez egy fontos tézis, mielőtt a lelki dolgokra rátérünk, hogy követsz-e valamilyen diétát, illetve hogy milyen diéta volt ezen az úton, és egyáltalán, hogy számít-e, hogy éppen milyen diétát követ az ember, vagy kezd el valaki? Én úgy gondolom, hogy a testre szabottság az nagyon fontos. Mert például van ugye a ketogén diéta, amit mostanában nagyon-nagyon elterjedt, és egy nagyon jó módszer, hiszen tényleg látjuk, hogy hatásos, viszont az sem mindegy, hogy milyen mennyiségben vannak azok a bizonyos alapanyagok bevív a szervezetben, és nem lehet mindenkire ugyanazt a sablont ráhúzni. Tehát én például elkezdtem ész nélkül ketózni, tavaly följött rám 3 kilót. Tehát rájöttem, hogy nem a ketogén diétával volt a baj, hanem úgy, ahogy én csináltam. Tehát, hogy bármilyen diétával belefog az ember, érdemes egy tanácsadót megkeresni, aki ezzel foglalkozik, mert ugyanolyan hatékony lehet a ketó, a paleo, a low carb. Én egyébként mindent ettem, úgymond, amikor volt ez a nagy, hát nagy futamnak hívom, amúgy, illetve a mai napig is mindent teszek, viszont kicseréltem az alapanyagokat. Az alapanyagok, ugye krumpli, rizs, tészta, hármas, nagyon jól ismerjük köretként, viszont érdemes ezt észrevenni, hogy nem csak ezek vannak. Tehát van a bulgur, kinoa, kuszkusz, gerzsli, a rizsnek. Nagyon sok fajtája, mindegy, hogy ugye milyen rizst teszünk. Általában barna rizst javasolják. Én úgy tudom, hogy a barna rizs az eléggé savasít, tehát inkább a baszmati rizst javaslom, meg a jázmin rizst, de hogy mindenkinek egyébként a saját testét figyelembe véve egy szakember által, és hát ugye dietetikusok, táplálkozási szakértők azzal kezdik, hogy felmérik az életmódot, honnan jössz, hova szeretnél eljutni, a testednek az összetételét, akár még a mentális állapotot is, tehát igazándiból. Összegzésként így ehhez a gondolathoz annyit mondanék, hogy mindegy, hogy milyen diétát csinálsz, csak az a te testedre legyen szabva, és akkor működni fog. Mi történik közben a fejünkben? Szóval, hogy az első lépés, és akkor kiváltképp úgy, hogy life és business coachként tevékenykedsz, az mégiscsak ott egy döntés, egy elhatározással indul. Abszolút. Hogy zajlik ez? A legnehezebb most a táplálkozási oldalról, vagy úgy globálisan? Hát én úgy globálisan gondolom, hogy igen, szeretnék valami változást elérni fizikai síkon, de egyébként oké vagyok, meg szeretem a kényelmet. És mondjuk ilyen esetben szerencsés az, aki utolér a pánik, mert legalább tud változtatni, de hogy mik azok a mentális eszközök, skillek, amiket arra tudunk használni, hogy igenis naponta megtegyük, és tartsuk, amit kell, és... Szerintem a tudatosítás folyamatosan nagyon fontos. Meg kell tanulni nemet mondani, és ezt a kettőt kitartóan kell művelni. Röviden egyik ezt tudom mondani. Tessék? Egyik másik, oda-vissza. Egyik másik, igen. Igen, nekem régen az volt, nem vették komolyan a próbálkozásaimat. Tehát én rengeteget jójóztam, mindenféle diétet kipróbáltam, viszont a környezetemben lévők azt ismerték belőlem, hogy nagyon szeretek enni, szeretem a finom sört például, és akkor elmegyek egy vendégségbe, és akkor terül, asztalkám, Sanyikám, tessék, itt van.
És ebben nagyon sokan bele tudunk futni. Tehát én nagyon sokszor csináltam azt, hogy például hétköznap betartottam, elmentem a vendégségbe, jól bezabáltam, és volt olyan, hogy keresztbe vertem az egész hétköznapi munkámat. Hiszen van egy ilyen tényező, hogy nem akarjuk megbántani a másikat. Félünk neki nemet mondani. Nem hiszünk eléggé magunkban, azt mondják, hogy hát ő ismer engem most, akkor lehet, hogy neki igaza van. Átfordítani ezt úgy lehet, hogy amikor egy kínálásra nemet mondasz, akkor valójában önmagadra mondasz igent. És ezzel meg tudod mutatni azt, hogy te elszent vagy, komolyan gondolod, te menni akarsz ezen az úton, és itt, amikor azt mondom, hogy megmutatni, nem a másiknak megmutatni, hanem saját magadnak. Tehát oda kell eljutnunk, hogy saját magunkat komolyan vegyük ezen az úton. És azt mondjuk, hogy figyelj, tök jó, itt van ez a csülök, meg ez a steak burgonya, meg látom, ott van saláta, figyelj, a csülökből leszek, a bőrét nem kérem, köszönöm, azt a salátát dob közelebb, és tök jót fogok itt lakmározni. És hogyha ezt látják időről időre azok, akik meghívnak minket, és akik megkínálnak, akkor egy idő után tudni fogják, hogy figyelj, ez a srác, ez komolyan gondol, látszik is rajta, mert már fogyott, úgyhogy hozzá közelebb teszem ezt a salátástálat. Tehát hinni magunkban, komolyan venni magunkat, és beleállni ebbe a saját magunkba vetett hitbe, tulajdonképpen ez az a bizonyos nem mondás. És a tudatosítás pedig nem egyszerű, tudom, tapasztaltam, néha jól jön a segítség. És nem kell bonyolult dologra gondolni, egy posztitot kiraksz a hűtőre, rá van írva pár kérdés. Mielőtt kinyitod az ajtót, meglátod, éhes vagyok? Tényleg? Testem éhes vagy a lelkem éhes? Most akkor mire van szükségem? Mi más lehetne most csinálni? Hajnali 3 van, menj vissza az ágyba. És sokszor ezt megcsináltad? Igen? Ezt te megcsináltad? Volt olyan, igen, amikor megcsináltam. Általában villany kapcsolok, tehát nem csak akkor van világos, amikor kinyílik a hűtő. Mert hogyha nem kapcsolok villanyt, akkor ugye nem látszik a posztit. Igen, volt olyan, amikor ezt így megcsináltam. Néha működött, néha nem. Legyünk őszinték, van, amikor azt a nagy piros gombot, amire az van, hogy leszorom, így benyomjuk. Szerencsére azért ritkább segített. Abszolút. Wow. Meg hát ugye a mozgás is ugyanígy. Tehát én most például nem csinálhatnék a gyógytornán kívül semmi testmozgást, meg is vagyok lőve, úgyhogy elkezdtem hosszúkat sétálni. Mert sétálni lehet, és rámondhatjuk, hogy az nem sport, de sport, csak... Ezt egy gondolatot osszál meg, Léci, erről, hogy most ez honnan jön, mert hogy ugye lefogytál, és akkor mi beszélgettünk korábban, hogy majdnem nem is tudtál megjelenni. Aha, igen, igen, igen. Igen, hát ülőmunka, 1 év bezártság. Nekem egyébként a coachingban is volt egy olyan szemléletem, hogy én a személyes találkozókat preferálom, és soha nem tartottam online coachingot a COVID előtt. És igazából, amiután hazaköltöztünk, mondjuk azt, számítógép, egyre kevesebb volt az edzésmunka, mert hogy a konditermek vezettek, csoportos edzések azok elmaradtak. A futások is egy picit, mert egy picit demotiváltá váltam, és megmutatta magát egy nyaki gerincsérv nekem, amit egyébként még most is tornázok kifele magamból. Amit nem
annyira, nem is tudom. Azt mondanám, hogy nem vagyok büszke rá, de egyébként meg tökre büszke vagyok rá, hogy így nem szedek ilyen fájdalomcsillapító, meg gyulladáscsökkentő, meg ilyesmiket. Egyrészt azért nem, mert hogyha beszedem és leszedálom magam, akkor mit mondok a gyógytornásznak, hol fáj? Igazából sehol, mert el vagyok tompulva. Másrészt meg érzem azt, hogy a tornával és az odafigyeléssel ezen így tudok változtatni. Viszont van ennek egy olyan hozománya, hogy a gyógytornán és a sétán kívül most nem tudok mást sportolni, mert egy rossz mozdulat, és ugye ez egy kiboltosulás. Tehát ez nem egy kipukkant sérv, amiből ki van folyva az a cucc, ami ott van benne, hanem ez egy kiboltosulás, tehát ez egy gyógytornával, ez normalizálható, akár még vissza is tehető a helyére. Úgyhogy ez az oka annak, hogy most csak sétálni tudok. De sétálok 250 kilométert most. Azon kívül, hogy lemegyek a boltba, mert ezt nem számítom sétának. Elmegyek, az mérem a lépteket, púzust mérek, és egész jó kis, hát 8-9 ezer kalóriás edzéseket simán meg tudnak lenni egy másfél órás sétával. Adjuk meg a mentális háttérnek azt a bevezetőt, hogy a 42 kilóval nehezebb Tolvaj Sándorhoz képest hogyan érzed ma magad a bőrödben? Hú. Fiatalodtam 10 évet akkor, amikor ez az egész elkezdődött. Tehát 33 éves voltam, amikor elkezdtem a folyamatot. Most az idén 41 leszek, de most is 30-nak érzem magam. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát én akkoriban, amikor ebbe benne voltam, 116 kiló, én azt mondtam, hogy azért lihegek, mert elmúltam 30. És akkor elképesztő az, amit ki tud az emberből hozni, pusztán csak a mozgás, meg az, hogy így beleállni, és látni azt, hogy én képes vagyok rá, és nem azért vagyok ekkora, mert ez genetika, és mert örököltem, és beletörődni, hanem azért vagyok ekkora, mert olyan volt az életmódom, és most pedig azért vagyok ekkora, mert ilyen az életmódom. Tehát ez most egy ilyen büszkeséggel is tölt el, és felszabadulással. Tehát ez azért is lett a testszabadság, a lélekszabadság az előadás, vagy a beszélgetésnek a címe, mert azzal, hogy elkezdtem mozogni, és elkezdtem másképp étkezni, és elkezdtem mentálisan is fejlődni, úgy éreztem, hogy így felszabadítottam saját magamat a testemnek a börtönéből. Hogy nagyon sok mindent meg tudok csinálni azóta, most így 40 évesen, amit el nem tudtam volna képzelni magamról 30 évesen. És ez nagyon nagy. Ez a megéri kategória azért, igen, tehát hogy megéri, igen, elkezdeni. Hogy működik ennek az egésznek a mentális háttere? Tehát, hogy meg az, hogy itt van egy mély önismereti folyamat, ez a kettő, ez nekem mondjuk triviálisan hangzik, de hogy ez járhat külön? Tehát meg tud az ember tenni ekkora utat a testének az átalakításán, anélkül, hogy mentálisan, szellemileg ne dolgozna magán? Szerintem nem. Szerintem meg kell, hogy érjen oda. Ez kicsit hasonlít arra, amikor valaki téged megkeres egy problémával, és te nem coachként állsz hozzá, hanem egy olyan emberként, aki rögtön tanácsot akar neki adni. És elkezded neki osztani az észt, és ő így hátrál, hátrál, hátrál. Kicsit olyan, mint amikor a szamának a farkát
húzzák, és ő meg mindenáron előre akar menni. Tehát, hogy amíg ő nem érzi azt, hogy neki változnia kellene, vagy jobban érezni magát másképp, addig hiába mondjuk bárkinek azt, hogy változzon meg. És hiába nézzünk bele a tükörbe, és azt mondjuk, hogy most 120 kilósak vagyunk, és kéne ezzel kezdeni valamit, de úgy nincs meg a miértünk, nem tudjuk azt, hogy miért akarunk megváltozni azon kívül, hogy nem tetszünk saját magunknak, illetve az is nagyon fontos, hogy mi juttatott minket idáig. És valahol az önismeret az arra segít ránézni, hogy mi az, aminek azt köszönhetjük, hogy most mi be vagyunk zárkózva a saját testünkbe. Most egy-két ilyen lehetséges dolgot behozok, mi az, ami miatt sebezhetetlennek akarjuk mutatni magunkat, mert páncél van körülöttünk. Mi az, ami miatt azt mondjuk a másiknak, hogy eddig és ne tovább, és egy pajzsot vonunk magunk köré. Tehát ennek a hatalmas, vagy hát ennek a nagy testnek, a túlsúlynak ugye mindenképpen lehet egy olyan háttér oka, ami igazából a fő oka is lehet. És sokan mondják azt, hogy ha megdolgozol egy problémádat, akkor lehet, hogy automatikusan le fognak rólad menni a kilók. Én ebben nem hiszek. Tehát attól, hogy mentálisan dolgozol magadon, nem fog a tested megváltozni, viszont attól, hogy mentálisan dolgozol magadon, meg fog születni az igény arra, hogy megkeresd a hogyanját annak, hogy hogyan fog megváltozni a tested, és tenni is fogsz érte. Ez az, amiben az önismereti folyamat fog segíteni. Tehát azon ne várjon senki csodát, hogy elmegy mondjuk egy családállításra, és másnap elkezd fogyni. Másnapra 42-vel könnyebb vagyok. Ja, igen. De arra számíthat, hogy elmegy egy családállításra, letelik ugye az az ominózus 3 hét, ami a családállításnak a hatómezeje, vagy hatóideje, mondjuk így, és azt fogja mondani egyik legyen, hogy basszus, én most megyek a szigetre futni, mert én most azt kívánom, és ez így meg tud születni. És pont az, amikor egy megdolgozatlanság nélkül kezdünk bele bármilyen diétába, annak a vége lehet, és nem biztos, hogy igazam van, de én így látom a jó-jó effektus. Mert az, hogy most megcsinálok egy 2 hetes kúrát, tök jól érzem magam, utána visszatérek ahhoz, ami volt, elkezdek újra pizzát enni, meg a tévé előtt ülni, csak hogy a tested az fog változni annak hatására, hogy te 2 hétig csináltál valamit nagyon szigorúan, mert akkor azt kapod, ha más nem, akkor vizet veszít, és ez már egy laikusnak az is fogyás. Viszont ahogy visszaállsz, ő azt fogja kérdezni, hogy figyelj már most, ugyanazt csinálod, mint azelőtt, most miért várod, hogy én így maradjak? Akkor vissza fogok én is térni oda, ami volt a 2 hetes kúrád előtt. És ezért fontos megkeresni a miértet és a hogyant. Miért akarom csinálni, hogyan jutottam ideig, és hogyan fogom tudni megcsinálni. És a 2 év alatt, meg azóta is erre folyamatosan emlékeztetned kell magad. Vagy már ez a tudás, ez beépült, és szokásoddá vált, hogy te ezt tudod, ezeket a miérteket, hogyanokat? Hú, de jó kérdés. Ugye van ez a fejlődés spirál, ami szerint megyünk, és néha visszajönnek a mintáink, néha jönnek új megdolgozandók. Mondhatjuk másképp hagymahéjnak is, ahogy szedjük le a hagymának a kis dolgait, és akkor így mindig jönnek elő önismeretbe újabb felismerések, újabb megdolgozni valók,
újabb mocsárban turkálások, tehát nagyon-nagyon sok olyan, és igazából változhatnak a mi értek. Tehát van, amikor nehezebb, és olyan is van, hogy regresszálódunk, és azt mondjuk, hogy most ezt nem csináljuk, így letoljuk. Egyébként nekem is volt egy ilyen a Covid alatt. Itt a tavaly ősz magasságában egy kicsit így bejött az, hogy most mit csináljak? Rossz az idő, nincs kedvem menni futni, megvettem egy taposógépet, hangos, feljön az alsó szomszéd, tévétornát nem szeretem, hagyom a fenébe az egészet. És akkor ezt így bevittem coachingba is, meg bevittem a mondjuk így, hogy a terapeután az is, aki egyébként ő az a mentális segítő, akit annó megkerestem. Tehát, hogy azóta folyamatos a közös munkánk, viszont vannak problémák, amiket én elviszek coachingba is, mert van, amikor más szinten érdemes ránézni, tehát bevittem, és segített tovább lendülni. Csak elfelejtettem az eredeti kérdést, és nem tudom, most válaszoltam, mert rá segíts kérlek. Válaszoltál, mert az volt az eredeti kérdés, hogy erre, hogy igen, tudom, megvan a miértem, megvan a hogyanom, erre kell-e magadat emlékeztetni, és végül is én azt szűrtem ki ebből, hogy arra, hogy megvan, arra talán nem kell emlékeztetni, de ebből, hogy problémákkal megkerested a segítőidet, az azt mondja, hogy emlékszem, hogy megvolt. Igen. Akkor valaki most segítsen visszaemlékezni rá, hogy na, hogy is volt az? Ez egy nagyon, nagyon fontos gondolat, mert és végül is valahol itt jön meg az utolsó kérdésem, hogyan is kapcsolódik itt akkor össze az eredeti címhez, hogy a testegészsége, a lélekegészsége, hogy szóval igen, épp testben, épp lélek, és akkor sorolhatnánk ezeket a mondásokat, így veled beszélgetve 100%-ban igaznak tűnik. De akkor ez igaz, és hogy kapcsolódik? Hát azért nehéz volt ez az elmúlt időszak, ez az elmúlt egy év mindenkinek, és ott nagyon sokan bajban vagyunk, ugye azt, amit az elején említettem, hogy a magyar lakosság átlagban 5 kilóval nehezebb, mint amikor elkezdődött, és sajnos bennem van az is, hogy ennek itt még nincs vége, tehát valószínűleg folyamatosan próbára leszünk téve, és hát a túlsúly és a szorongás az ugye a Covid előtt is egy népbetegség, mind a kettő probléma volt, amire nagyon érdemes ránézni, nagyon érdemes akár segítő segítségét hívni, és nagyon jó lenne, hogyha nem szeretem azt mondani, hogy mi magyarok így vagyunk kódolva, de egy picit igen, tehát nem szeretünk segítséget kérni, mert akkor látszik, hogy sebezhetőek vagyunk. De hogy ezen a dogmán nagyon fontos lenne túllépni, mert ezt így együtt tudjuk áthidalni, és az alkalmazkodás az nagyon fontos. Tehát az, amit nekem mutat most itt a nyakam, az nagyon hozza nekem azt a metaforát, ami odakint van, hogy most történt valami nagyon rossz dolog, és ezzel így most mit kezdjünk, és tulajdonképpen
A mozgás mintáimat, a saját viselkedésemet meg kell változtatnom azt, hogy nem fekszek le úgy könyvet olvasni, hogy így megtörik a nyakam, mint ahogy ezt szoktuk fekvőolvasásnál, meg ugye mindegy, ezt most nem részletezem, testtartás, stb., hogy hogy edzek. Tehát itt ezt azért hozom be, mert ez egy alkalmazkodás, tehát újra kell tanulnom nekem mozogni, a világnak pedig újra kell tanulnia ebben az új helyzetben létezni, ami egy ilyen elfogadás lehet. Tehát az, hogy igenis sebezhetőek vagyunk, mert látszik, hogy sebezhetőek vagyunk, nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra, és számítanunk is kell egymásra, és segíteni egymásnak, magunknak. Mert most már nagyon ott tartunk, hogy nagyon így elegünk van az egészből. És ez csak tudatosan lehet. És maga a léleknek a szabadságát, a lélek felszabadulását is, és ezt így fizikailag is meg tudom magyarázni, endorfin, ugye? A mozgás tudja garantálni a oxigénellátást, a helyes táplálkozás, és akkor oda-vissza. Tehát, hogyha a lelkünket ápoljuk, ha egymással törődünk, akkor megjön az életkedvünk, van kedvünk mozogni, van kedvünk kimenni, ha kimegyünk a napra, jön a D-vitamin, megint jobb kedvünk lesz, egymással kedvesebbek leszünk, és ez így el tud indulni fölfelé. És hát tudom, hogy nagyon nehéz változtatni, a legnehezebb elhatározás az kell, és hát könnyű hajnalban az ágyban fordulni egyet, elhitetni magunkkal, hogy minden rendben van, könnyű panaszkodni, irigykedni másokra, hogy nekik könnyű, de érdemes megtenni azt az első lépést, ami majd hozza a másodikat, és hozza a sikert, és hát hozza azt, hogy valami értelme legyen már ennek az egésznek, ami történt velünk az utóbbi évben, és hogyha azt, hogy jobban figyelünk egymásra, még a másfél méter távolságról is, de hogy ezt így érdemes lenne mérlegelni, és saját magunkra is, ez legyen az első. Nagyon, nagyon kerekítés, Sanyi, nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy itt vagy a Mental Health Summiton, és hogy megosztottad ezt a szerintem szupermenő történetet. Hol lehet veled találkozni, aki szeretne tőled bármiféle fajta tanácsot, vagy coachingot, vagy segítséget? Van egy weblapom, tolvajsandor.hu, ott igazából minden információ és adat fel van tüntetve, van Facebook oldalam, az is Tolvaj Sándor Coach, hogyha bárki beírja a keresőbe, akkor megtalálja. Úgyhogy igazából ezen a két helyen is minden elérhetőségem, illetve tudnivaló rólam fönt van, úgyhogy ha valaki szeretne velem dolgozni, vagy akár beszélgetni egy jót, akkor várom szeretettel. Szabad testben, szabad lélek, Sanyi, nagyon köszönöm. Hajrá! Sok sikert neked, és látjuk egymást. Köszönöm szépen. Szia! Szia, szia, szia! Sziasztok! Szia. Sziasztok.